Mi történik, ha lelkünk kamrájába egér surran be? Milyenek a fázós keresztények, akik a méhekhez hasonlóan inkább a kaptár melegét élvezik? Mire tanít egy jól sikerült alkudozás egy balatoni görögdinnyeárussal? És mi a közös ezekben a valóságos, hétköznapi tanúságos igazmesékben? Boda Zsuzsa Nevető Sárák című kötetéből minden kiderül. Hallgassunk meg néhány történetet a szerző előadásában. Ez itt az Olvasott Üzenet, a Luther Kiadó hangzó csatornája. Egy ideális világban mindig van időt olvasni. A valóság azonban más. Időt nem adhatunk, de a hangunkat igen. Történeteket, könyvrészleteket, cikkeket olvasunk fel nektek. Tartsatok velünk! Egér a kamrában. Minden háziasszony életében eljön egyszer a pillanat, amikor rémülten rá kell döbbennie, egér jár a kamrában. Hogy hogyan és mikor súrant be a betolakodó, azt utólag nem lehet már kinyomozni. De minden bizonnyal egy kicsinyke rés is elegendő volt, hogy bejusson. Bent azután, ha van elég ideje, mérhetetlen károkat tud okozni. Megrágott lisztes zacskók, kiuggatott szalvétacsomagok, megkóstolt kolbászok, és még ki tudja, mi minden jelzi útvonalát. És nem csak fognyomait hagyja ott jelként, de ürülékével is beszennyezi a helyet, ahol járt. Ami pedig még ennél is rosszabb, az a jellegzetes, kellemetlen szag, amely letagadhatatlan bizonyítékát adja annak, hogy nem kívánatos személy tartózkodik a számára tiltott helyen. Pedig az állatot megfogva nem látunk mást, csak egy kis ártatlan szemű tenyérben is elvesző négylábút. Nyomait mégis csak nagy munkával, alapos takarítással és szellőztetéssel lehet eltüntetni. Ráadásul sok használhatatlanná vált értéket is ki kell dobni. Sokszor ilyen figyelmetlenül nyitva hagyott kis résen súran be a sátán is lelkünk ajtaján. Ügyesen elbújva észrevétlenül rágja meg, piszkítja össze szívünk kincseit, féltve őrzött értékeit. Számtalan esetben már csak a pusztítást vesszük észre. Egy elromlott kapcsolatot, egy kicsúszott rossz szót, az irigy viselkedést. Pedig nem ez volt ránk a jellemző, mondjuk utólag sokszor. Felismert bűneink ekkor már úgy zavarnak, mint az éléskamra rossz egérszaga. Ilyenkor azonban nem kell más tennünk, mint nyakon csípni a kísértőt, majd alapos fertőtlenítést végezni lelkünk kamrájában, hogy helyreálljon a rend. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet, olvashatjuk a példabeszédek könyvében. Tehát ahogy éléskamránkban sem látjuk szívesen az egeret, úgy ne engedjük megkárosítani életünk forrását se. Leplezetlenül. A világtörténelem egyik művész zsenie, az 1452-ben született Leonardo da Vinci tréfás kedélyű ember hírében állt. Egy gazdag firenzei vendéglős elhatározta, hogy megfesteti magát Leonardóval, csak azt nem tudta, hogy milyen pózban. Mivel abban az időben nemesi birtokot vásárolt, s nemesként is akart élni, úgy döntött, hogy lovakként örökíteti meg magát. Meg is mondta a festőnek, hogy bármit kérjen, megfizeti, ha a kívánságát teljesíti. Leonardo elkészítette tehát a vázlatot, amelyen a vendéglős lovakként parádézik teljes harci díszben. A megrendelőt megragadta a vázlat szépsége, csak arra kérte a festőt, hogy élénk színeket használjon. A művész egy szobát rendeztetett be magának, ahol nyugodtan dolgozhatott. Meg is hagyta, hogy senki se zavarja, amíg el nem készül a kép. Végre elérkezett a várva várt nap. A vendéglős minden rokonát és ismerősét meghívta a festmény ünnepélyes leleplezésére. Mindenki megcsodálta rajta a lovagot. A vendéglős azonban nem látszott teljesen elégedetnek, mert a színek nem voltak elég harsányak. A színek halványságában rejlik a művészetem titka, mondta Leonardo. Hagyja csak a képet 14 napig száradni.
akkor majd ebbe a folyadékba, amelyet most odaadok, mártson bele egy szivacsot, és törölje át az egész képet. A színek sokkal élénkebben fognak előtűnni. Az új kép tulajdonosa erre megnyugodott. Gazdagon megajándékozta a festőt, s tiszteletére nagy lakomát rendezett. Alig telt el a két hét, a vendéglős a kíváncsiságtól űzve fogott egy szivacsot, bemártotta a csodavízbe, és elkezdte a képet törölni. Zavara és haragja leírhatatlan volt, amikor látta, hogy a lovag alakja fokozatosan eltűnik, s helyette egy szakács képe sejlik elő. A konyhahősnek sisak helyett fehér sapka díszelgett a fején, kötény került a pajzs helyére, a lovag csizmák cipőkké változtak, a kard óriási késsé, s a zászló helyett egy nagy főzőkanalat tartott a kezében. A harci jelenet szintén eltűnt, egy konyha volt látható helyette, ahol a hadi jelvényeket üvegek, poharak, edények váltották fel. A bőti időszak bűnbánati elcsendesedésében nem baj, ha megszívleljük a vendéglősből lett lovak történetének tanúságát, s közben fülünkben cseng Pál apostol szava. Mindannyiunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett, akár jót, akár gonoszt. Hiszen az a Krisztus, aki életét is kész volt értünk feláldozni, nem arra kíváncsi, hogy mi minek szeretnénk látszani, hanem egy jelképes szivacs segítségével pillanatok alatt megmutatja, milyenek is vagyunk valójában. S milyen kegyelem lesz, ha az előbukkanó kép netán szebbet mutat majd, mint amilyennek mi gondoljuk. Nevető sárák. Milyen sokszor azok vagyunk. Sátor mögött lapuló, kishitű, öreg sárák. Tulajdonképpen mindenünk megvan. Valójában még talán több is, mint kellene. Talán magunk sem tudunk róla, mennyi irigy és féltékeny szempár figyeli azt, ami nekünk fel sem tűnik, mert megszoktuk, mert számunkra már természetes. Amit a kívülálló az életünkben nehézségnek lát, mi belülről nézve fel sem vesszük. Sára is ilyen volt. Szépsége az uralkodónak is feltűnt, kitartása és akaratereje a bizonytalanságokon is átsegítette. Férje révén ő is a kiválasztottak közé került. Mégsem volt felhőtlenül boldog. Valami hiányzott az életéből, és ezért mindent odaadott volna. Küzdött, hadakozott, kétségbe esett, belefáradt, majd újra perelt férjel, Istennel, szolgálóval, önmagával. A többszöri nagy ígéret birtokában mégis türelmetlen volt. Egyfelől sürgette az időt, de az évek múlásával legszívesebben mégis visszapörgette volna azt. Ismerjük jól az érzést. Valamit nagyon szeretnénk, és az idő látszólag ellenünk dolgozik. Fiatalon szeretnénk olyan tapasztalatokkal rendelkezni, amit csak több éves munka árán lehet megszerezni. Mostani életkedvünkkel, egészségi állapotunkkal szívesen nyugdíjba vonulnánk, hogy azt a sok szabad időt úgy használhassuk fel, ahogy most elképzeljük. Ilyenkor azokat a küzdelmeket és harcokat akarjuk megspórolni, amelyeket jelenleg kellene megvívnunk. Az Úr csillagtengernyi utódot ígért Sárának, ám ennek semmi jele nem mutatkozott. Sára végül megöregedett. Az idő múlásával reménye fogyott, harciassága cinizmussá változott, talán már az ígéreteket is halucinációnak tartotta. Akkor váratlanul így szólt hozzá az Úr. Most. Most végrehajtam, amit megígértem. Most megkapod, amire annyira vágytál, most teljesítem a kívánságod. Sára is emberből volt. Földi logikájával csak nevetni tudott az angyal szavaim. Egy-egy teljesen kilátástalannak tűnő helyzetben, vajon a mi életünkben hányszor lépett be az Isten? Hányszor mondta, most, amikor mi már rég feladtuk, amikor már nem is reménykedhettünk abban, hogy kívánságunk teljesül, amikor képletesen mi is a sátor mögött nevettünk Istenen. De Isten nem nevetett együtt Sárával a Mamré tölgyesében, csak kérdezett, van-e valami lehetetlen az Úr számára?
Elkeseredésünkben, feladott harcainkban, féltő aggodalmainkban tőlünk is ezt kérdezi, van-e valami lehetetlen az Úr számára? Sára életében akkor és ott jött el az ideje annak, hogy Izsák megszülessen. A mi életünkben is tudja az Úr, mit mikor rendel el, és milyen harcok árán, ahogy azt a Prédikátor könyvében is olvassuk. Mindennek megszabott ideje van. Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Jól vigyázzunk tehát, ne váljunk könnyen sátor mögött nevető sárákká. A szerkesztés, könyvkiadás, hangfelvétel, készítés sok időt igényel és költséggel jár. Támogass szolgálatunkat folyóirataink, könyveink megvásárlásával vagy a csatorna támogatásával. Hálásan köszönjük!